Tápióceső nagyközség Pest megyében fekszik, a 31-es főút mentén Budapest határától alig 25 km távolságra, kelet-délkelet irányban. A 6400 lakosú faluban 2012 óta minden évben megrendezésre kerül a Szecsői Ürgés Fesztivál. A kezdeményezés a helyi képviselőtestület soraiból indult útjára. Az első rendezvény szervezését mindenki pesszimistán fogadta, de sikerét látva a helyi polgárok már egyenként sorakoztak fel a következő megrendezése mellett. Sokan önkéntes munkával, mások pénz vagy tárgyadománnyal járulnak hozzá a fesztivál sikerességéhez. Honnan ered a Szecsői Ürgés Fesztivál elnevezés? Régebben minden településnek volt egy csúf neve, beceneve. Úgy, mint ahogy az úriakat libásoknak hívták, a ságiakat szamarosoknak itt a környéken, szecsőjéket meg ürgéseknek. Nagyon sok volt a határban az ürge, és az emberek öntötték az ürgét, és bizony jó pörkölteket csináltak belőle, tehát így maradt rajtunk az ürgésnél. Az ürgés elnevezés annyira népszerű, hogy a képviselőtestület 2013-ban a falu határában húzódó 9,5 km hosszú tanösvényt is Szecsői Ürgés tanösvénynek nevezte el. Nem csak a tápiószecsői szegény emberek szokása volt, hogy kimentek a mezőre ürgét önteni, és aztán jó ízűen elfogyasztották ezt. 1943-ban cserkészek úgynevezett portyát, ma úgy mondanám, hogy néprajzi gyűjtőmunkát végeztek itt a Tápió mentén. Ennek archivált anyaga a Néprajzi Múzeum irattáról megtalálható, ebből az derül ki, hogy a környező településeken élő szegény emberek is bizony megfőzték, megették az ürgét, és nekik is szerepelt ez rendszeresen az étrendjükön, de mégiscsak Tápióceső az egyetlen település itt a környéken, ahol az ürgés, mint gúnynév a lakosság egészére, a szomszéd települések által ránk lett ragasztva. Mi erre természetesen büszkék vagyunk, és tényleg várjuk az alkalmat, hogy Eberhard és Monok község lakóival kiegészülve ünnepelhessük az ürgés hagyományokat. A fesztivál saját logóval rendelkezik. A fesztiválkaput már tavasszal felállítják a tér bejáratánál. Az egész falut megmozgató eseményt évről évre augusztus első szombatján tartják. A szervezés legalább 2 hónapot vesz igénybe, melyben minden tápiószecsői civil szervezet és közintézmény képviselteti magát, de bárki csatlakozhat ötleteivel a szervezőkhöz. Ugye az ürge védett állat. 5 évvel ezelőtt, amikor az önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, hogy valami olyan neve legyen a fesztiválnak, ami a környéken nincsen. A tápiószecsői tükörbe meg is jelentettük a felhívást, és érdekes módon vidékről kaptam telefont, hogy te Berci, hogy gondolod ezt? Nem tudod, hogy az ürge védett állat? Ki akarjátok önteni? Hát több 100 000 forint büntetést is kaphatsz. Megnyugtattam a jó embert. Nem fogunk önteni, csak majd motiváljuk, megmutatjuk, hogy hogy kell önteni az ürgét, de természetesen a bográcsba egyetlen egy ürge sem fog kerülni. No, így alakult, így indult az Ürgés Fesztivál. A fesztivál megnyitóját ürgeöntés követi pálinkával. A délelőtt folyamán kirakodóvásár, gyermekjátékok, főzőverseny köti le az érdeklődők figyelmét. A bográcsokba bármilyen hús belekerülhet, csak ürge nem, hiszen az védett állat. Milyen cél vezérelte a fesztivál ötletgazdáit? Az apropóját az adta a rendezvény első megszervezésének, hogy egy picit magasabb színvonalú, másfajta jellegű rendezvényt csináljunk, mint a korábbi falunapok voltak. Mindenképpen szerettük volna a helyi értékeket felkutatni. Mint ahogy látható is, helyi előadók vannak, helyi civil szervezetek, kezdeményezések mutatják be a munkáikat, ők lépnek fel elsősorban. Azt szerettük volna, hogyha megtaláljuk azokat a helyi kis rejtett értékeket, amiket nem látunk a mindennapokban. Ez volt a szándék. Kora délután történik meg a főzőverseny és a vetélkedők eredményhirdetése, majd késő délutántól éjfélig színpadi fellépők követik egymást. A helyi kulturális egyesületek, diákok, kórusok, néptáncosok mellett fellépnek a Kárpátaljai Testvértelepülés Tisza Péter falva táncosai, népzenészei, majd a helyi zenekarok húzzák a talpalávalót.
A jövő reményeink szerint az, hogy egyre jobb fesztivált, egyre jobb napot tudunk a helyieknek adni, hogy egyre jobban érezzék magukat és szeressék a saját falujukat.